A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. Ahogy azt már megszokhatták, ezekben a napokban ünnepi beszélgetésekkel jelentkezünk itt a televízióban, december 24-én pedig a hagyományokhoz szűen Spányi Antal megyés püspököt köszönthetem a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, idén is örömmel jöttem. Egy nagyon szép, meghatározó időszakon vagyunk túl, hiszen az advent a várakozással telt, várakoztunk valamire. Hogyan látja, a fehérváriak hogyan töltötték az adventet, hiszen önökhöz a palotába, a palota udvarába is be lehetett látogatni? Az advent mindig egy különleges időszak, amit kicsik és nagyok úgy érzem, hogy nagy szeretettel várnak. Próbálunk ráhangolódni az ünnepre, próbáljuk megérteni az ünnep titkát és befogadni az ünnep szívét. Én azt láttam, hogy a püspöki palota kertjébe, az adventi udvarba ellátogató nagyon-nagyon sok ember fegyelmezetten, összeszedetten, egy kicsit elcsöndesedést kereső módon voltak jelen ott a mi udvarunkba. És azt látom, hogy a reggeli szentmiséken, a roráte miséken mindenhol szép számmal voltak a hívek. Úgy gondolom, hogy ez mutatja, hogy megsejti az ember azt, hogy ez a karácsony nem elsősorban csak egy családi ünnep, az is persze, nem csak valami szép társadalmi alkalom, amikor egymást megkeressük, hanem elsősorban valami, ami szívünkbe és lelkünkbe történik meg. A bensőnket akarja átalakítani, és erre rá kell hangolódni. Én nagyon nagy örömmel láttam, hogy Fehérváron azt sejtem, azt érzem, hogy ebbe az irányba, ennek a megértése felé mozdulnak el az emberek, és ez nagyon jó dolog. A ráhangolódást is meg lehet élni közösségben, és ugye azért, hogyha visszatekintünk az elmúlt esztendőre a pandémia miatt, ez nehezebb volt, talán ez is megmutatkozott most az idei évben. Igen, egészen biztos, hogy nagyon sokan panaszkodtak, megemlegették, hogy milyen nehéz volt megélni azt, amikor gyakorlatilag nem tudtunk találkozni, el voltunk egymástól választva, mert féltünk, és nem akartunk senkit bajba sodorni, és most milyen jó, hogy találkozhatunk. Ezt érezzük, hogy ennek egy másik oldala, az örömön túl az, hogy bizony azt hiszem nem csak mi, hanem nagyon sokan mások, elfáradtunk ebben az esztendőben, mert mintha be akartuk volna pótolni az elmúlt időszaknak minden bezártságát, mindazt a lehetetlenséget, ami a találkozást létrehozta volna. Most alkalom volt rá, most aztán örökké találkoztunk. Sok program volt, programról programba sodródtunk szinte, és hát ez nagyon jó is volt, de az az igazság, hogy azért ez fárasztó is. És talán ennyi rohanás után fontos is megállni egy kicsit, hogy tényleg ráhangolódjunk a karácsonyra. Az nagyon fontos, hogy az ember tudjon megállni. Ha csak rohanunk, mindenbe beleesünk, és mindenből kiesünk, a érintettségünk nem születik meg, ami az ünnepnek nagyon lényeges hozzátartozója. Mindenféle ünnepnek, egy családon belül is azt gondolom, akkor jó, hogyha annak van egy belső érintettsége, tehát erősödik a családi közösség, az egymás iránti szeretet, erősödünk abba, hogy jobban megértjük egymást. Nagyon fontos dolog, ezért időt kell szánni a készületre, nem csak az együtt töltött időre, arra nagyon pontosan vett, szűken vett ünnepre, hanem előtte is arra rá kell készülni, és utána is az embernek a szívében kell őriznie ennek a találkozásnak minden ajándékát, nem csak az emlékét, hanem az ajándékait is. De talán azt is mondhatjuk, hogy éppen a pandémia által kialakult helyzet, ezek a kihívások erősíthették mondjuk akár a hívő közösséget is. Egészen biztos, hogy azok, akiknek ez valóban nagyon fontos és értik a hitnek a tanítását, az egyház igazságait, azok ebben megerősödtek. Másoknak azt hiszem, hogy egy kicsit ez a pandémia olyan érzést adott, hogy hát hiszen a szentmiséket lehet nézni a televízióba is.
és akkor nem kell elmenni, nem kell fölöltözni, sőt, közben talán még lehet valamit csinálni is otthon, elég a fél füllel, és néha fél szemmel rápillantok a televízióra. Persze nyilvánvaló, aki hitben akar élni, annak ez nem elég. A Szent Mise az személyes jelenlétet kíván. Jó dolog televízióban nézni egy ilyen eseményt, és nagyon jó volt, amikor a templomokba se tudtunk elmenni, mert annyira kellett félnünk a járványtól. De most nem kell félni, most vissza kell térni a templomba, és fontos, hogy a közösségben, a templomnak a milliójébe ott vegyünk részt a találkozásainkon, a liturgiánkon, és persze legfőképpen a szentmiséken. Talán ünneplőbe kell öltöznünk ahhoz, hogy a lelkünk is ünnepibe öltözzön. Valamikor ez így volt. A gyerekkoromban tudom, hogy volt a vasárnapi ruha, amikor azt fölöltöttük, és abban mentünk el együtt a szentmisére. Most látom, hogy ez már nem nagyon van így. Nyilván egy tudatos valami nevelése volt ez a embereknek, hogy a operába se kell elmenni szépen fölöltözve, hanem el lehet menni hétköznapi ruhába, meg mackó ruhába. Hát volt egy ilyen időszak, amikor ezt direkt így súlykolták, nem a ruha teszi az embert, persze, hogy nem, de egy szép ruhában máshogy viselkedünk, más gondolatok jutnak az embernek az eszébe. Nagyon jól tudjuk, hogy megvan ennek a jelentősége. Igen, föl kell öltözni egy szép ünnepre, sőt, azt gondolom, hogy igazából otthon is föl kéne öltözni. Tehát tiszteljük meg egymást azzal, hogy rendesen jelenünk meg egy ünnepi asztalnál, egy ünnepi alkalomnál, és a megjelenésünkkel is a szeretetünket tudjuk kifejezni. Nem a ruha teszi az embert, de az emberhez hozzátartozik azért a ruhája is. És ha van rendes ruhája, vegye csak föl, és jöjjön azzal ünnepi alkalmakra. Ugye azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy ez az adventi időszak egy kicsit talán jobban ösztönzi az embereket arra, hogy adjanak, hogy osztozzanak a rászorultakkal. A Magyar Katolikus Caritas elnökeként hogy látja ezt a helyzetet az idei évben? Én nagyon meghatottan köszönöm meg a sok-sok embernek az adományát, jóságát, szeretetét. Ilyenkor jobban megnyílnak a szívek, és a kezek is készségesebben adnak, mint talán az évnek más időszakában. Nagyon jó látni azt, hogy azok, akiknek nincsen nagyon sok eszközük, mondhatom, hogy maguk sem búskálnak a anyagi javakban, de ilyenkor nagy lelkűen adnak. Megható, ahogy boltoknál vásárolnak és odaadják egy részét annak, amit megvettek a rászoruló családoknak, hogy abból a Caritas állítson össze csomagokat és vigye el a rászorulóknak. Ahogy adják az adományokat, pénzbeli adományt, amit aztán a Caritas tud szétosztani, vagy rajta vásárolni eszközöket, ahogy a 1 millió csillag akcióba kis gyertyákat vásárolnak, nem vásárolnak, mert ezt kapják, csak adnak valami adományt, ki mennyit tud, és ebből összegyűlik azért egy összeg, amit tudunk a szegények felé fordítani, és nagyon fontosnak érzem azt, hogy a konkrét adáson túl az időnket, a szeretetünket, önmagunkat is tudjuk adni. Olyan nagyon szép volt, amikor a Kristóf házba, Szent Kristóf házba meglátogathattuk a ott élőket, vagy amikor az országalmok körül a fogyatékkal élőket tudtuk mint egy körül ölelni, nem csak az országalmát, hanem egymást is igazából. És látni azt a sok embert, akik ennek örültek, látni a sok rászorulót, a sok fogyatékossággal élőt, és azokat, akik őket segítik. Egy igazi jó, szívet melengető élmény volt ez. Én azt látom, mint Caritasba kicsit bepillantó ember, hogy az emberek alapvetően szeretnek jók lenni. Csak meg kell nekik adni az alkalmat, kell őket segíteni arra, hogy erre rávezessük, és én nagyon köszönöm mindenkinek az adományát, mindenkinek, aki az idejéből ad, mindenkinek, aki a szeretetét oda tudja tenni, és esetleg rajtunk keresztül tud másokat elérni. Éppen ez a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy azért az emberek alapvetően szeretik megosztani azt, ami jó. Igen, az mindig jó érzés. Tudatosodik bennem, hogy valami van, valamit én meg tudok osztani. Az nekem is egy erő, nekem is egy belső tartalom. És amikor adok és látom a másiknak az örömét, hát annál nagyobb öröm nem kell.
ezt a családban megtapasztaljuk a gyerekek örömén, amikor látjuk, hogy hogy örülnek a apró ajándékoknak. De ez volt a Szent Kristóf házban is, ahogy láttam, hogy hogy várják az ajándékot, szinte remegve ezek a ott élő emberek. És az ember folyamatosan tapasztalja, hogy jó dolog adni, és jó dolog kapni is, mind a kettő kell. Elfogadni is tiszta szívvel, jó szívvel, és adni örömmel és bőkezűen. És talán ez a lényeg, nem pedig az anyagiak része, mert sajnos sokan hajlamosak elkapni, elkapkodni a dolgokat, és úgy gondolják, hogy a szeretetet valami hatalmasnak, nem tudom, ilyen óriási értékű dolog fejezi ki. Igen, sokaknál valóban így van ez, ahogy tetszik mondani, hogy azt hiszik, hogy annál jobban szeretek valakit, minél drágább ajándékot veszek. Hát sokaknak nincs is módjuk drága ajándékot venni, de senki ne vonja kétségbe az ő szeretetüket, az egyszerű ajándékaikkal is azt mutatják meg, mert igazából az embernek, ha ajándékot ad, valójában önmagát kéne odaadni. Csak magunkat nem tudjuk becsomagolni, meg átadni, hanem magunk helyett veszünk valamit, amiben nekem benne kell, hogy legyek valami személyes ajándékkel, leginkább nyilván egy, amit én magam tudok csinálni, hogyha valakinek van erre tehetsége és képessége, és azt tudom adni a másiknak, az a fontos. Tehát benne legyünk mi is valamiféleképpen abba az ajándékba is, amit boltba vásároltam, hogy az ötletem, a szeretetem, a másik ismerete, a másikra való figyelésből nyert ötlet, az szüli meg az igazi jó ajándékokat. Az idei esztendőben, hogyha egy kicsit visszatekintünk, akkor nagyon sok alkalom volt arra sajnos, hogy adhassunk. Elég, hogyha csak februárra gondolunk, amikor azért a szomszédországban egy háború robbant ki, és hát a Caritas is, az egyház is, csak úgy, mint a magyar társadalom, rögtön segítő kezet nyújtott. A magyarok, én azt hiszem, mindig is segítő népek voltunk. Tehát készek voltunk a szeretetünket nagyon konkrét formában megmutatni, és amikor ez a szörnyű háború kitört, és ahogy látjuk ennek a pusztítását és rombolását, az embernek fáj a szíve, hogy hogyan tehet ilyet a 21. század embere. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen az lenne a fontos, hogy békesség legyen, hogy a fegyvereket hagyjuk elpusztulni, berozsdásodni, és üljünk le, és beszéljük meg a konfliktusainkat, abból lehet előrelépni. Nagyon nagy élmény volt, amikor elindult a menekült áradat Ukrajna felől, hogy én magam is ott voltam a határon, én magam is voltam Kárpátalján, a ukrajnai területeken a háború alatt, látva az emberek szegénységét, szeretetét, ínségét, rászorultságát, és aztán látva itthon, ahogy jöttek, és ahogy tudtak örülni mindenféle adománynak. Az egyházmegyének is van olyan ingatlanja, amiben ők laknak, kárpátaljai menekültek laknak, hát az első perctől kezdve, tehát februártól most is ott vannak, és teltházzal működik ez az intézményünk is. Jó látni őket, és remélem, hogy a sok minden, ami elválaszt bennünket egymástól. Ez a szeretet, ez sebeket gyógyít, ez előítéleteket oszlat, és talán egyszer azoknak a szívét is úgy fogja alakítani a mi jóságunk, kedvességünk, szükségből adott segítségünk, hogy senki ne keresse a háborút. Nem a veszekedés, verekedés útján kell az igazamat biztosítani, hanem ember meg tudja beszélni a problémáját, beszéljük meg. Én ezt szeretném mindenkinek a szívébe bele kiáltani és belemondani, mert háborúkkal soha nem lehet békességet szerezni. Régen azt mondták a politikusok, hogy egy béketárgyalás a következő háborúnak a kezdetét jelenti. Mert jön a revans, és jön az újra támadás, és most majd bebizonyítom, hogy mégis nekem volt igazam. Így nem lehet. Békességgel, szívünkbe, békességgel, a gondolatainkba, és békességgel egymás között. Karácsony éppen ennek a békességnek az ünnepe is. Az angyalok ezért énekelték nekünk Betlehembe, hogy békesség a földön a jó akaratú embereknek. A jó akaratú ember ezt megérti. Akiben a jó akarat hibázik,
az ezt nehezebben fogja föl, de az élet őt is megtanítja erre. Mert nekünk, magyaroknak is bőven volt részünk történelmünk során. Én magam láttam ebből valami borzalmat 1956-ban, de hát a legtöbben fiatalabbak persze, hogy nem tudják, mi az a háború. Képeket látnak róla, játékfilmekben, amik aztán örömmel látjuk a következő filmben, a Sok halott, mint föltámadt, és más filmekben más szerepeket játszik. Ezt így nem szabad engedni, hogy belénk üljön. Látnunk kell a háború borzalmát, a halottak szörnyűségét, az árván maradottakat, az özvegyeknek, a családoknak a pusztulását, látnunk kell az anyagi javaknak a pusztulását. Nem tudom, hogy hogy lesz Kárpátalján, hogy lesz Ukrajnában az a sok-sok ember, akik ott vannak télvíz idején, keményebb télben, mint amit mi most megélünk. Villany és gáz és fűtés, kémény és minden nélkül, víz nélkül sokszor, hogy tudják majd túlélni ezt az időszakot. Felelősek vagyunk mindannyian egymásért. Említette, hogy ugye a karácsony a békéről, a boldogságról szól, és hogyha az idei évre gondolunk, azt hiszem, hogy az mindenképpen egy örömteli pillanat, hogy az idei Szentmise már egy csodálatosan megújult székesegyházban történhet meg. Ez valóban egy nagyon nagy öröm és egy nagyon nagy ünnep. Hosszú ideig a székesegyházat nem tudtuk használni. Egy nagyon nagy munka volt. A székesegyházban ilyen nagy felújítás még nem fordult elő az évszázadok során. Egészen biztos, hogy ez egy teljesen új megújulást jelentett, egy újjászületést jelentett a templomnak, és akik beléptek a templomba, én úgy gondolom, mind azt mondják, hogy hú, ez nagyon szép lett, ez most valami nagyon új. Én örülök neki, hogy ez így sikerült. Féltem tőle, mert hiányzott, amikor annak idején egy húsvétkor bezártuk a templomot, és hát átadtuk. Sokaknak hiányzott. Igen. Átadtuk a templomot építési területnek, és amikor aztán láttam, hogy hogyan alakul a templom, és hogyan szépül meg egy-egy szegmense, egy-egy freskója, egy-egy oltára, akkor kezdtem megnyugodni, hogy itt valami szép van születőbe, és hát hála Istennek az emberek örömmel jönnek. Nagy örömmel készülök én magam is arra, hogy az évféli misét hát ott ebben a megújult templomba tudjam majd bemutatni, és ott köszöntsük a gyermek Jézus születése alkalmából. Ilyenkor hogyan készül a misére? Hát igazából úgy, mint máskor, természetesen az embernek a érzelmi világa az egy kicsit karácsonyi persze. Ugye nincs az ember körül a közvetlen család, mert hát ők Pesten élnek, de itt vannak a hívek, akik az új családom, és akik tényleg úgy érzem, hogy hozzám tartoznak, és felelős vagyok értük, mint egy családtag a másik családért. És öröm az együttlét, amikor az évféli mise közeledik, az ugye megkívánja az embertől, hogy valami fizikai állapotban legyen, tehát azért kell egy állóképesség, kell egy erő, és kell lelkileg, szellemileg arra fölkészülni, hogy az embereknek az örömét, az embereknek az ünnepét, azt itt kell megalapoznom. És ez az évféli misé, ez nagyon fontos. Azoknak, akik eljönnek a misére, és azoknak is, akik megértem őket, esetleg otthon nézik a Szent Misét. Mindenkinek mindenképpen valami élményt ad, valami belső erőt, töbletet ad, és ez nagyon szép ajándéka a Jóistennek mindannyiunknak. Ez a mostani karácsony, de hogy teltek önnek mondjuk gyermekkorában ezek az ünnepek? Milyen hagyományok voltak az ön családjában? Hát természetesen, mint gyerek, számoltuk az éjszakákat, hogy hányat kell még aludni, mikor jön a Jézuska, és amikor eljött a nap, akkor az mindig nagy örömmel töltött el mindannyiunkat, az egész családot. Négyen voltunk testvérek, a szüleim ott voltak velünk, és még más családtagok is, hogy egy örömteli együttlét, találkozás volt ez. Mindig volt ünnepi vacsora, amelyhez szépen próbáltunk fölöltözni, és ezt méltó módon megülni. Nem volt lakoma, mert hát akkor nyilván ez nem lehetett, nem volt sem mód, sem lehetőség erre, de úgy emlékszem, hogy
rántott hal, és hát a szokásos krumpli saláta, az elmaradhatatlan volt, meg beigli, sütemények, és akkor egyszer csak hallottuk a csengő szót, valaki kiment, hogy hoz valamit az asztalra, csöngettek, és akkor hát be lehet menni, és akkor néztük. Mindig nagy karácsonyfa volt, amíg gyerekek voltunk, és égőkkel, gyertyákkal, aztán villanyégőkkel, csillagszórókkal, csak karácsonyfa alatt mindenkinek ott voltak az ajándékok, amiket hát kiki bontogatott és örömmel mutogatott a többieknek. Így van, és aztán hozzátartozott a Szent Mise, az évféli mise, amiben nem mindenki jött el minden alkalommal, de azért igyekeztünk családilag részt venni rajta, és másnap aztán hát megint az ünnepi Szent Misére is mentünk. Nagyon fontos volt az, úgy gondolom, mindannyiunknak, gyerekeknek, akik ott éltük a családba ezt a karácsonyt, hogy együtt van a család. Mi eléggé együtt voltunk. Tehát a mi családunk ilyen szempontból nem húzott szét, hanem mi sokat voltunk együtt, de ez egy más minőségű együttlét volt itt. A szeretet az valahogyan kézzelfogható volt, és az ember szíve jobban megnyílt erre a szeretetre. Talán ez az üzenet, amit jó, hogyha továbbadunk, ez az együtt lenni jó. Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos volna ezt sok embernek megérteni, megtanulni, nagyon fontos volna ezt igazán befogadni, és értékelni azt a minőségi időt, most így szokták mondani, azt a minőségi időt, amit együtt tudunk tölteni. Tehát azt az időt, amiben nem az egyik főz, a másik takarít, vagy nem tudom én mit csinál, hanem amiben együtt tudunk lenni. Az nagyon szép és nagyon nagy ajándéka az életnek, minden ilyen perc. Amikor erről a műsorról egyeztettünk, akkor arra kértem, hogy hozzon magával valami tárgyat, valami dolgot, ami önnek fontos. Igen, valóban ez a kérés elhangzott, és sokat gondolkoztam, hogy mit is lehetne, mit hozhatok én. Végül az a gondolat jutott eszembe éppen tegnap este, hogy talán ezt a keresztet hozom el magammal, és ezt a keresztet mutatom meg, amely egy püspöki jelvény. Ez egy különleges kereszt, amelyet attól a perctől kezdve, hogy székesfehérvári püspök lettem, mindig velem van, legalábbis a liturgikus eseményeken. Ezt a keresztet az egyházmegyei papjai vásárolták. Egy nagyon érdekes, modern kereszt, nem aranyból van persze, egy jó pásztor van rajta, és körbe a bárányok. A jó pásztor maga Jézus, aki életét adja a juhokért, és megtesz értük mindent. Ez egy püspök számára kell, hogy sokat jelentsen. Felelős a püspök minden hívőért, mindenkiért. A hátoldalán pedig ráírták az egyházmegye papjai, hogy a székesfehérvári egyházmegye papjaitól kaptam ezt a keresztet 2003. május 24-én. Tehát ez egy nagyon szép emlék, nagyon szép alkalom számomra, és mindig erre emlékszem, benne van a papok szeretete, és az én szeretetem is a papok felé. Egyébként ugyanilyen keresztet visel a Ferenc pápa is. Ezt akkor kaptam, amikor még Ferenc pápa nem volt pápa, Bergoglio még nem volt Ferenc pápa, és ő később kapta ezt a keresztet. Örülök neki, és büszkén viselem, hogy az én keresztemhez hasonló kereszttel jár ő is. Bocsánat, hogy így mondom, de sokaknak van hasonló keresztjük, de talán ez az egyik legelsőbb volt, amit mint egy püspöki jelvényt, egy püspöki mellkeresztet, pektorálét hordhatok. Magammal viselem minden egyes alkalommal, akár a ruhák alatt, hogyha úgy adódik, vagy pedig ha úgy van, akkor a ruhák fölött, hogy a hívek is láthassák. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ennek a keresztnek a történetét. Én köszönöm, hogy elmondhattam. És nagyon köszönöm, hogy itt volt. Végezetül egy záró gondolatot, egy útravalót szeretnék kérni öntől a televízió nézőknek, mindannyiunknak. Amikor elérkezik a karácsony ünnepe, azért sokat dolgozik mindenki, sokat fárad. Takarítás, sütés, főzés, ajándékok vásárlása, csomagolása, mindenkinek sok gondja van. Eljön a karácsony este, örülünk, és aztán minden úgy visszazökken a régi kerékvágásba. Én azt szeretném, és azt kívánom minnyájunknak,
hogy ez a karácsony legyen más, hogy a szívünk változzon meg, hogy legyünk mindig egymásra nyitottak, nem csak szenteste, hanem mindig. Tudjuk mindig értékelni egymást, tudjuk a szeretetünket nagyon egyszerű formában, de világosan megmutatni és tudomására hozni a másiknak, hogy legyen, ha úgy tetszik, minden napunk karácsony. A szeretetben megélt napunk legyen egész életünk. Adja jó Isten, hogy így legyen. Áldott boldog karácsony mindenkinek. Köszönjük szépen, és viszont kívánunk. Köszönöm. A televízió nézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Ünnepi beszélgetésekkel holnap is számítunk Önökre, itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.